Tisztelt Országgyűlés, napi rendelőti felszólásra jelentkezett Dúró Dóra képviselőasszony, az Országgyűlés alelnöke, Mi Hazánk képviselője. Ne hagyjuk, hogy Brüsszel döntsön a pedagógusainkról címmel. Önél szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Szinte kizárólag üres tésztán rizsen élek, mert másra nem futja, akárhogy spórolok. Előfordult már, hogy a tanári WC-ből hoztam el egy WC-papírt, mert nem volt pénzem otthonra venni. Az egyetlen csizmám úgy néz ki, mint egy hajléktalané, de nincs pénzem újra. Volt már olyan, hogy csak azért mentem el egy kiállítás megnyitóra, hogy ott jól lakhassak végre pogácsával. Ez egy egyetemet végzett gimnáziumi tanár élete ma Magyarországon. Nettó 160 ezer forintot keres, 120 ezer forint elmegy neki a rezsire, és télen 19 fokra tudja felfűteni azt a 17 négyzetméteres szuterén lakást, amelyben ő él. Ne csodálkozzunk, hogy pedagógus hiány van Magyarországon, de ami a következő években jönni fog, az lesz az igazi fekete leves. Ugyanis a magyar pedagógusoknak közel fele 50 év feletti. A fizetésük a diplomások átlagához képest 58-66% mindössze, a pályakezdők esetében pedig még ennél is rosszabb a helyzet, ott csak 50-55%. És mit csinál erre a magyar kormány? Még a sztrájkjogukat is megvonja. Önök megtehetik ezt, kétharmaduk van, megpróbálhatják elhallgattatni őket, attól még a probléma nem fog megszűnni, sőt, növelik ki, elfödi a bajt, súlyosbodni fog. A Mi Hazánk mozgalom szerint a diplomás átlagbér szintjére kellene emelni a pedagógusok fizetését, az elmúlt 30 évben egyébként soha nem érte el ezt a szintet, és az értékállóságát biztosítani kellene, amelyet önök is megígértek a minimálbérhez való kötéssel, majd amikor ezt ténylegesen ki kellett volna fizetni, akkor egy törvény módosítással eltörölték ezt a vállalásukat, hazudtak. Tudom, hogy a válaszban államtitkár úr el fogja mondani nekem, hogy a jövő évi költségvetésben önök többet költenek oktatásra, de ez a rezsi növekedését épp hogy ki fogja futni. Attól pedig nagyon-nagyon szépen kérem, hogy kíméljen meg engem aztán főleg, hogy a szocialista kormányok oktatás politikájáról beszél, nekem ahhoz semmi közöm. És még valamivel fog takarózni államtitkár úr, azzal, hogy Brüsszel nem ad pénzt. De kérdezem én, önök szerint helyes az az államberendezkedés, hogy Brüsszel dönti el, hogy egy magyar pedagógus mennyi pénzt visz haza? Önök szerint az rendben van, hogy brüsszeli bürokraták döntenek arról, hogy a magyar pedagógusok hogyan élnek? Önöknek fontos volt annyira a pálinka, fontos volt annyira az LMBTQ térnyeréssel való szembenállás, hogy szabadságharcot indítottak Brüsszellel szemben. A pedagógusaink miért nem érnek annyit? Miért nem tervezik be azt, hogy állami forrásokból biztosítják a pedagógusoknak is a béremelést? Egészen elképesztő. Orbán Viktor maga mondta, hogy ne hagyjuk, hogy Brüsszelben döntsenek a gyermekeink jövőjéről. Akkor önök miért hagyják, hogy Brüsszelben döntsenek a pedagógusaink béréről, a magyar oktatás jövőjéről? És azokról az emberekről van szó, akik persze megtanítják nekünk az iskolában, hogy mikor volt a második világháború, vagy mennyi 2x2. De nem csak ezért fontosak a magyar pedagógusok. Leginkább azért fontosak, mert nap mint nap példát adnak a mi gyerekeinknek. Példát adnak abból, hogy hogyan kell szeretettel, megértéssel, türelemmel odafordulni a másikhoz, hogyan kell segíteni egy gyermeket, hogy megismerje a világot. Az ő munkájuk, az ő mindennapjaik erről szólnak. És nekünk, szülőknek nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban állnak ki nap mint nap a mi gyermekeink elé. Ők azok, akikre mi rábízzuk a gyermekeinket. Én azt várom el a magyar kormánytól, hogy önök ne bízzák őket brüsszeli bürokratákra, cselekedjenek, oldják meg a fizetésemelésüket. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Rétvári Bence miniszterhelyettes úr válaszol. Önnél szó, miniszterhelyettes úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Azt a fajta kritikáját nem igazán tudom értelmezni, ami a párbeszéd hiányáról, a tárgyalások hiányáról szól,
hiszen az elmúlt héten a PS-szel és a PDS-szel tárgyalt Maruzsa államtitkár úr, a mai napon a Nemzeti Pedagógus Karnak a vezetőjét fogadta Pintér miniszter úr. Tehát minden héten különböző oktatási vezetőkkel, akár szakszervezeti vezetőkkel, akár köztestületi vezetőkkel pontosan azért egyeztet a kormány, mert szeretnénk mi is azt, hogy minél jobb minőségű legyen a magyar oktatás, minél jobb legyen az iskolából kikerülő gyermekeknek a teljesítmény, és erre szeretnénk koncentrálni, és a következő években ezt szeretnénk még inkább láthatóvá tenni, hogy hogyan változik a diákoknak a teljesítménye, hogyan növekszik a teljesítménye, mert ez a pedagógusok számára a legnagyobb siker, és nyilván van, szeretnénk, hogyha ez a pedagógusok előmenetében is látható, érezhető lenne, hogy minél sikeresebbek a diákjaik, annál inkább sikeresnek érezze magát egy tanár is, és annál inkább ezt érezze havonta is, hogy sikeres diákok kerülnek ki a keze alól. Tehát fontos az szerintünk is, hogy hétről hétre egyeztetve haladjunk ebben előre, és ebben azt hiszem az elmúlt hetekben mi meg is tettük, ami rajtunk múlt, és a másik fél is teljesen párbeszéd képes volt. Nyilván volt, aki szakmai alapon, volt, aki politikai alapon, de hát ezt ismerjük már az elmúlt hónapokból, de jött, tárgyaltunk és egyeztettünk, és ezt továbbra is fogjuk vinni. A másik kérdés az Európai Uniós Források kérdése, mint akár a filozófia alap is, hogy ezt szoktuk úgy mondani, hogy EU-s forrás, de ez ugyanúgy magyar pénz, ugyanúgy a magyar emberek munkája alapján jár. Ez nem egy külföldről érkező pénz, hanem ugyanolyan pénz, ami törvény alapján, a magyar emberek érdekében, közös döntéseink alapján felhasználható. És ezért elfogadhatatlan az, hogyha nem tetszik Brüsszelnek a politikai beállítottság a kormánynak, akkor úgy tesz, mintha ez nem a magyarok pénze lenne, hanem az ő pénze lenne. Ezért ő próbál meg rendelkezni fölötte, és nem a magyar kormány. Mi egyértelmű tettük, hogy egy nagyon jelentős részét ezeknek a forrásoknak arra fogjuk fordítani, hogy a pedagógusok bérét tudjuk emelni. Ezzel tisztában vannak azok a baloldali politikusok is, akik ott vannak Brüsszelben, és folyamatosan akadályozzák azt, hogy Magyarország a saját forrásaihoz hozzájusson. Ez, amit ha nem engednék, hogy a bankkártyákat betegyük az ATM-be, mert te piros-fehér-zöld bankkártyával akarod kivenni ezt a forrást, de csak szivárványosra lehet kivenni, és addig nem teheted be, amíg nem cseréled rá a bankkártyádat. És ezt támogatják ők, pedig ennek egy részét pontosan a pedagógusok elismerésére fordítanánk. Mit mondott? Nem önnek címzem, csak úgy abba az irányba. A baloldal a kampányban a pedagógusoknak nincs szükségük választás előtti kormányzati bizsúra, mondják, másrésztről meg arról beszélnek, hogy béremelésre van szükség. Most, hogy hogyan minősítette Fekete Győr András a magyar pedagógusokat, az most így ki is hagynám, de szintén Dobrev Klára, hagyják abba a medvő vitákat és cselekedjenek. Így szólította fel a bizottságot arra, hogy ne fizesse ki Magyarország forrásait Magyarországnak. Amikor Dobrev Klára és az összes baloldali európai parlamenti képviselő Brüsszelben Magyarország támogatásának folyósítása ellen beszél, amikor azt mondja Donát Anna, hogy a következő EU-s költségvetési ciklusban a Momentum az LMBT jogok érvényesüléséhez kötné az uniós támogatások kifizetését, akkor ez fontos, hogy mindenki tudja, ez azt jelenti, hogy az a pénz, amit mi itt Magyarországon eldöntöttünk, hogy ez a magyar emberek közös pénz és pedagógus béremelésre akarjuk fordítani, ez a fedezete annak, hogy a következő évben és az utáni évben is legyen pedagógus béremelés, ők az ellen beszélnek, hogy ezt a pedagógusok megkapják. Egy két lépésben érkezik ez a pénz, mert valóban először megérkezik a magyar kormány számlájára, és onnan megy a pedagógusok számlájára, de lényegében ez a pedagógusokhoz menne. És ők azt ellenzik Brüsszelben, hogy Magyarország a saját forrásaiból, a saját döntés alapján a saját pedagógusainak béremelést hajtasson végre, azért, mert nem tetszik a kormány színezete, és azért, mert az LMBT jogok számukra fontosabbak, mint az, hogy a magyar pedagógusok ehhez a forráshoz hozzájussanak. Én arra szólítok föl minden baloldali képviselőt, akinek fontos az, hogy a magyar pedagógusok a béremelése legyen, az mondja azt, hogy Magyarország kapja meg a saját forrásait, mert az a pedagógusokhoz fog érkezni. És ne ellenezzék ezt, ne arra használják ki a brüsszeli mandátumukat, hogy megakadályozzák azt, hogy a magyar emberek, a magyar pedagógusok ehhez a forráshoz hozzájussanak. Ön is tudja, hogy volt 50%-os pedagógus béremelés, az első béremelés, amit ez a kormányzat elindított, az pedagógus béremelés volt. Ön is tudja, hogy a válság alatt is, a koronavírus válság alatt is volt 2x10%-os béremelés, mellett az iskolai igazgatóknak pótlékemelés, ami egy 30-50%-os emelkedést jelenthetett az ő bérükben. Idén január 1-én is volt béremelés, jövőre is lesz, és azután is lesz. Ha a gazdaság teljesítménye pedig megengedi, akkor ennél több is lesz, mert a többlet teljesítményből tudunk a pedagógus béreknél is többletet biztosítani a pedagógusoknak, de ez persze arra lenne szükség, hogy felelősebb politizálás legyen baloldalon is, és a szankciókat, a brüsszeli elhibázott szankciókat ne követeljék, és ne újabbakat és újabbakat javasolnak, hanem engedjék, hogy Magyarország minél jobban, minél kevesebb nehézség árán viselje el ezt az időszakot, és minél magasabb mértékű legyen a magyar GDP emelkedés, hogy abból a pedagógusoknak is több juthasson. Köszönöm szépen. We'll be right back.